Sziasztok, én Dallos Zoltán vagyok, és 2017-ben indítottam el a YouTube csatornámat, azóta már közel 100 interjút készítettem különböző szakértőkkel. Ebben a mai videóban arról lesz szó, hogy mi mindent tanultam ebből a 100 interjúból. Nézzük is meg! Ezt a mai videót a HubHub közösségiroda támogatta, ami egy tökéletes választás lehet kezdővállalkozóknak, egyéni vállalkozóknak, szabadúszóknak, akik igazából bárhonnan tudnak dolgozni egy laptop segítségével, vagy csak egyszerűen unják már az otthoni munkát, a home office és társaságra vágynak. Hogy nekem miért is esett a választásom a HubHubra? Egyszerű, egyrészt tökéletes a lokáció, hogy itt vagyunk a város szívében, a Király utcában, a Gozsdu udvar mellett, a Deáktértől néhány perc sétára, tehát nagyon jól megközelíthető ez a hely. A második szempont az, hogy itt vagyunk egy felújított, modern épületben, ahol tágas terek vannak és van természetes fény, ami nagyon fontos ahhoz, hogy produktívan tudjunk dolgozni nap mint nap. Harmadrészt nagyon jó kapcsolatokat lehet építeni. Én tipikusan olyan vagyok, hogy nem tudok otthon dolgozni, nem vagyok hatékony egyszerűen otthon. Én érzem azt, hogy nekem emberek között kell lennem, és el kell mennem valahol dolgozni ahhoz, hogy igazán eredményes legyek. Hát itt nagyon-nagyon jó kapcsolatokat lehet építeni. És végül, de nem utolsó sorban pedig a belső udvarnak a hangulata, egy kész dzsungel fogad mindenkit. Ha érdekel és kipróbálnád ezt a lehetőséget, akkor jelentkezz egy díjmentes próbanapra és egy körbevezetésre a leírásban található linken. Várunk téged is! 2017. augusztusa volt, amikor remegő kézzel feltöltöttem az első interjúnkat, és utólag vettem észre azt, hogy teljesen homályos lett a kép, és elcsesztük az egészet. Viszont ez egy tökéletes példa arra, hogy a kész jobb, mint a tökéletes. Ez az idei kulcsmondatom és az egyik legfontosabb mottóm, és azt gondolom, hogy fejlődni csak a folyamat során tudunk, tehát hogyha dédelgeted az első videódat, vagy az első blogposztodat, esetleg készül a weboldalad, akkor csak bátorítalak arra, hogy kezd el, tedd ki, élesítsd azt az első videódat, és ne várj tovább vele, mert úgyse lesz tökéletes az első, hanem kezd el valahol. Nekem ez az egyik legfontosabb tanulság, amit megtanultam a videózás során, hogy igenis el kell kezdeni, és majd eljutsz a 20., 30., 50. epizódhoz, amikor már tudsz a finom hangolásra figyelni, és tudsz arra figyelni, hogy tényleg még jobb legyen ez a videó, még jobb legyen, mint az előző. A 3 év alatt közel 100 epizód készült el, és annyira élvezem ezt a műfajt, hogy most már ezt szolgáltatjuk is az ügyfeleinknek. A cégünk azzal foglalkozik, hogy szakértő személyes márkát építünk cégeknek, cégvezetőknek, aminek igenis része a videós kommunikáció, és egyre több olyan kérés érkezik hozzánk, hogy segítsünk akár edukációs videók, akár pedig ilyen szakértői interjúknak az elkészítésében. Nézzünk meg 5 érvet, hogy miért is jó interjúkat készíteni, vagy ilyen szakértői együttműködéseket készíteni, és videós formában. Az egyik, hogy egy tökéletes kapcsolatépítő lehetőség. Nagyon fontos, én az interjú vendégeimnek nagyjából a felét nem is ismertem, hanem ennek köszönhetően kerültünk kapcsolatba, hogy felkértem egy interjúra. És teljesen más, mint hogyha azt mondanám, hogy csak úgy üljünk le beszélgetni, akkor lehet, hogy azt gondolná, hogy én ingyen tanácsot szeretnék tőle, de nem, hanem megfordítom ezt a helyzetet, hiszen én egy interjúval csak adok neki először, adok megjelenést, adok elérést, mert ezek a videók most már ilyen több ezer emberhez eljutnak. Tehát én adok egy lehetőséget, hogy a vendégem bemutassa a szakértelmét. A második érv, hogy miért jó interjúkat készíteni, hogy szakértőket tudsz megkérdezni. És szakértőktől tudod őszintén megkérdezni a véleményüket az adott témáról, ami megint csak, hogyha elmennél egy konzultációra, akkor az valószínű pénzbe kerülne neked. A harmadik, hogy nagyon jó organikus elérést lehet elérni azáltal, hogyha a vendéged elégedett ezzel a videóval, tetszik neki a végeredmény, egy jó minőségű felvételt tudtál és jól kérdeztél tőle, akkor meg fogja osztani nagyon szívesen, hiszen ez az ő márkáját is erősíti, ergo el tudod érni organikusan az ő kapcsolatait, az ő kapcsolati hálóját a megosztásokból. A negyedik, hogy miért érdemes interjúkat készíteni, hogy nem mindig neked kell kitalálni a témát. Én tudom azt, hogy ez egy nagyon fárasztó és nehéz feladat mindig megújulni, mindig kreatívnak lenni, mindig kitalálni valami új videó ötletet, viszont az interjú során ezt a feladatot át tudod tenni ugye a vendégedre, és hát valamilyen szinten ő hozza a szakértelmet, ő hozza a témát, neked jól kell kérdezned valójában, és mégis mindkettőtöket erősít, mindkettőtöket emel. És az ötödik, az pedig az, hogy megtanulsz jól kérdezni, ugye aki kérdez, az irányít, tudjuk ezt a régi mondást, és igenis jól kell kérdezni az interjúk során. És ez egy szakma, ez egy önálló szakma ugye a riporteri szerep. Nézzük meg 3 gyors tippet, hogy mire is érdemes figyelni, hogyha interjú készítésre adod a fejed. Az egyik, hogy készülj föl nagyon jól a vendégedből. Legyen egy őszinte érdeklődése, tényleg érdekeljen az ember, és olyanokat hívjál, aki tényleg érdekes a te szempontodból. Készülj fel belőle, és igenis kérdezzél rá olyanokra, amiből érezni fogja a vendéged is, hogy felkészültél, és utána néztél a dolgainak. A második, hogy figyelj a hangra. Tehát az összes kütyüből, hogyha megnézzük a kamera, világítás, hang, akkor egyértelműen a hang az első és legfontosabb, mert minden más tekintetében sokkal elnézőbbek a nézők, tehát hogyha a kép egy picit szemcsés, vagy nincs annyi kameraállásod, az még nem annyira nagy probléma, viszont a hang az legyen jó és jól érthető a hang. Nem beszélve arról, hogy azért is érdemes, hogy figyelj oda a hangra, mert onnantól kezdve ezt a videót, vagy ezt az interjúnak a hangsávját megfogod és fel tudod tenni audio verzióba valamelyik podcast csatornára, és már is két legyet ütöttél egy csapásra, van egy videód, és van egy podcasted is ebből a felvételből. És a harmadik tippem pedig az, gyors tipp, hogy ne gondolj túl, hanem kezd el. Ha kell, akkor kezd el egy okostelefonnal, de kezd el valahol az első lépés, nem kell túl misztifikálni, nem kell túl gondolni, csak kezd el, és menet közben fogsz tudni tanulni a folyamat során. Ha pedig úgy érzed, hogy ez egy túl nagy falat, de fontos neked ez a terület, és szeretnéd a szakértő személyes márkádat építeni, akár edukációs videókkal, akár pedig ilyen szakértő interjúkkal, keres meg minket bizalommal, ezzel foglalkozunk, nagyon szívesen segítünk. Találkozunk a következő videóban, sziasztok!